A kormány 2014. decemberében hozta létre a budapesti székhelyű, brüsszeli képviselettel rendelkező Magyar Fejlesztési Központot, azzal a céllal, hogy segítse a tagországok számára rendelkezésre álló közvetlen uniós források elnyerésében a magyar pályázókat. A központ ügyvezető igazgatója Kis Antal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa, aki kisvárdai tájékoztatóján elmondta, létrehoztak egy olyan honlapot, amelyen folyamatosan frissülve találhatók meg a közvetlen brüsszeli pályázatok. A www.pályazatokmagyarul.eu honlapon témák szerint lehet keresni az érvényes kiírások között. Olvashatók a tenderekhez kapcsolatos dokumentációk angolul, illetve szerepelnek a weboldalon a pályázat megírását segítő tanácsadó cégek is. A Magyar Fejlesztési Központ a magyar kormány megbízásában egy olyan nagyon egyszerű és átlátható honlaprendszert hozott létre, amely mindenki, aki képes rá, az Európai Unió közvetlen, tehát Brüsszelből kiírt és Brüsszelben elbírált pályázatain részt vehet. Ezek a pályázatok összértékben 130 milliárd eurót jelentek a 7 éves ciklusra. Az élet minden területét lefedik, az egészség, a sport, a kultúra, innováció, tudomány, oktatás, kutatásfejlesztés, sorolhatnánk a területeket. Mindenki számára nyitottak, és az, hogy mi ezt a honlapot magyarul indítottuk el, nem csak Magyarország, hanem a Duna régióban, a Kárpát-medencében beszélő közel 13 millió magyar számára egyaránt nagy segítséget jelent. Egy hónap alatt több mint 200 ezer letöltés, oldaletöltés volt honlapunkon, ami azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés, és mindenki jó reményekkel és nagy elánnal veti magát bele az Európai Uniós pályázati világba. Az oldalon jelenleg közel 70 nyitott pályázat található. A frissítés folyamatos, a Brüsszelben megjelenő lehetőségek 3 napon belül magyar nyelven is elérhetők a weblapon. A miniszteri biztos hozzátette, a Magyar Fejlesztési Központ szerkeszti a nyerőmagyarok.eu weboldalt is, ahol a már ebben az uniós ciklusban nyertes szervezetek neveit tüntetik fel.